Hogy hogyan csinálják Balatonfüreden, erre voltak kíváncsiak a kávészünet konferencia résztvevői, közművelődési szakemberek, akik a kulturális turizmusról hallgatták meg Schmidtné Kosicki Anettet, a Kulturális Nonprofit Kft. Igazgatóját, és Cserép Lászlót, a Művöldési Oktatási és Sport és Idegenforgalmi Osztály vezetőjét a Vasari Villában. Hogy a sokat emlegetett kulturális turizmusnak Balatonfüreden van valami kézzelfogható haszna, vagy inkább a városi más része, erről Cserép Lászlót kérdeztük. Az sajnos még nem történt meg, hogy a szokásos módszerekkel, de gondolom a legjobb módszerekkel valahogy felmérjük, tehát tényszerűen adatokkal, számokkal valamilyen felmérést végezzünk, bár jó lenne. Biztos az, hogy nagyon sokan Füredet azért választják, mert imázsa van. És ez az imázsa, ami van, aki mindenki tudja, ha ide jön, itt egy gyönyörű várossal találkozik, egy gyönyörű épületekkel, tehát egy térben, és talál benne olyan programokat, amelyek ekvivalensek, tehát ugyanilyen értékesek, szépek és megfelelnek ennek a hagyománynak. Mennyi lehetőség van még a kulturális turizmusban Balatonfüreden? A kulturális turizmusban még sok lehetőség van, de én már tavaly is azt mondtam, hogy valójában elértünk egy olyan mennyiséget és minőséget, amikor én szívem szerint szívesen mondanám azt, hogy most itt akkor álljunk meg, és ezt tartjuk. Aki sportolt, az nagyon jól tudja, ha elér egy eredményt, egy jó eredményt, azt tartani évekig akár, az egy nagyon komoly teljesítmény. Én úgy érzem, hogy a határainkat feszegetjük, mind azzal, hogy ezt a rendezvénydömpinget és a szimulát fenntartsuk. Egy viszonylag szűk körű, nagyon lelkes csapatnak köszönhető ez a kulturális tartalomnak a biztosítása. Ebben persze beleértem a nem csak a különböző intézményeknek az alkalmazottait, hanem beleértem a szolgáltatókat, és a szolgáltatók közül azokat, akik megérték, hogy mit szeretnénk, mit kérünk, és együtt működnek velünk. Az önök ilyen egyébként. De még egyszer mondom, én azt hiszem, hogy most jobban kellene arra koncentrálni, hogy a meglevő programjainkat egy kicsit leporolgassuk, csinosítsuk, és ha ezt tudjuk tartani, már akkor is nagyon jók leszünk. Hagyományőrzése az, hogy megtartjuk az Annabált, és ugyanúgy tartjuk meg minden évben, vagy lehet az Annabál programján esetleg változtatni, bár tudjuk, hogy az Annabál egy különleges eset, hiszen folyamatosan teltházzal megy a bál is. Mindenen lehet változtatni. Én azt gondolom, hogy a keretét kell megtartani, az üzenetét, az érték tartalmát kell megtartani. Most, hogy ezen belül egyes elemek változnak, vagy nem változnak, az önmagában nem kardinális kérdés. Az biztos, hogy nagyon óvatosan kell hozzányúlni. Tehát nem szabad hirtelen vad ötletekkel előállni. Én szerintem nagyon merész ötlet volt az utcabál. Eléggé jó és hozzá kapcsolódik, szervesen illeszkedik ez a lovas program, amit a Nemzeti Díszőrségnek köszönhetünk, gyönyörű nóniuszokkal, és ezen a vonalon tágítható, bővíthető és változtatható. De mondom még egyszer, csak úgy, hogy az eredeti értéket azt mindenképpen meg kell tartani. Megvan már a rendezvény kínálat Füreden, de mégis kitaláltak-e valami újat? Nem találtunk ki újat. Két olyan rendezvény van, ami évek óta tervben van, illetve új rendezvény, amit mindenképpen javasolni fogok, hogy vegyünk fel a rendezvénytervben. Az egyik ez a gasztronómiai rendezvény novemberben, ami rendkívül fontos, hogy a Balaton régióban a első és egyetlen ilyen prémium kategóriás, divatos és érthető kifejezéssel rendezvény legyen. A másik pedig, ami a városnak az imázsához mindenképpen kell, ezt tavaly a kulturális kormányzat kezdte el, nem kis sajtópolémiák közepette, mint erre emlékszünk. Ez a Magyar Próza napja, ez Jókai születésnapjához kötődik, Jókai városának ezt mindenképpen kell, hogy figyelembe vegye és gondozza, és én most egy kiemelt és nagyon komoly programmal készülök erre. Említette, hogy Balatonfüred elegáns és divatos, és hogyha a divat szót szó szerint értjük, akkor nagy haszon a városnak, Zob Katinak a jelenléte az, hogy megjelent a városban egyáltalán, és hozta azt a fajta kultúrát és minőséget, amit az ő termékei képviselnek.
egyértelműen így van. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy nyereség Zob Katinak a segítő hozzáállása és munkája, és hadd mondjam azt, hogy nem véletlen, hogy Zob Kati Balatonfüreden keresett és talált házat, és itt él közöttünk most már lassan, úgyhogy én ezt a kettőt összekapcsolom. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan pontosan ő is a füredi imázs miatt jött ide, és a kettő erősíti egymást. Sok ilyen új füredi polgára van szükségünk. Beletartozik a füredi imázsba az, hogy egy fiatalabb korosztályt is megszólítson a város, hiszen látjuk azt, hogy a programok zöme azért a középkorosztályt vonza inkább Balatonfüredre, tehát inkább egy ilyen polgáribb középosztályt vonz talán Balatonfüred imázsa, ha lehet így leegyszerűsíteni. Tervezik-e azt, hogy esetleg a 20-30 éves generációt is bevonják valahogy ezekbe a programokba? Én személy szerint nekem az a véleményem, hogy ennek a nevezzük polgári középosztálybeli rétegnek is vannak gyerekeik. És ezek a gyerekek, vagy fiatalok ugyanúgy itt élnek ebben a közegben, az új zenekarokat, a trendi divatokat követik. Tehát ha meg tudjuk szólítani a szülőket, mire tudnánk megszólítani a fiatalokat? Egy példát hadd mondjak, a Könyvbor Jazz rendezvényen a lehető legfiatalabb, tehetséges, fantasztikus jazz formációk jelentek meg, egy, amit csak említettek. A másik például, amit említenék, most a Magyar Nyelv napjára, most Szirtesedin a Mókus jön, akiről én most tudtam meg igazából, hogy ki ő, most meghallgattam néhány számát, de nem tudom, hogy ezek a fiatalok meg hogy állnak hozzá, mert ezek vers megzenésítések lesznek. Ha verset ismerik, akkor tetszeni fog nekik. Schmidtné Kosicki Anett a kiállító helyekről és a füredi programokról beszélt a konferencia résztvevőinek. Van-e olyan visszajelzés, hogy a füredre látogatók a programok miatt választják a várost, vagy eljönnek Balatonfüredre és megnézik a kiállításokat is? Kérdeztük az igazgatóasszonyt. Mind a kettő működik, tehát mind a két folyamat. Az időszaki kiállításoknál egyértelmű, hogy a sztárnevek a húzóerők, viszont a stagnáló tartalmaknál, mint mondjuk egy Jókai Emlékház, érdekes tapasztalataink vannak. Jókai egy brand, egy olyan szellemi tőke itt Balatonfüreden, amit sem reklámozni nem kell nekünk, sem közvetíteni. A látogatószám folyamatosan nő évről évre. Most ott tartunk, hogy ilyen 14 ezeres éves látogatószáma van a kicsi Jókai villának, de ez azt is jelenti, hogy a Balatonfüredre látogatók többek közt a Jókai villa miatt is érkeznek ide. A nagyobb szállás kiadók hogyan támogatják ezt a fajta munkát? Tehát mit tudnak segíteni, mit tudnak hozzátenni ehhez, hiszen jól hallottuk, meg tudjuk, hogy ez az ő érdekük is, hogy vonzó legyen a város. Már Balatonfüreden itt szeptember végén a következő évi csomagokat kellene összeállítanunk a szállodákkal. Ez csak úgy működik, hogyha mi időben tudjuk propagálni ezeket a tartalmakat, de ugyanakkor együttműködő partnerre is lelünk a szálláshelyadókkal ezeket illetően, mert hogy a csomagok azok nem feltétlenül csak a kiállítóhelyek programok látogatásáról kell, hogy szóljon, abban van ugye nyilvánvalóan egy szálláshely, de be lehet építeni a másik vállalkozói szférát, a gasztronómiát is. Ezek teljes csomagtervként tudnának működni, vagy tudnak működni. Van olyan szálláshely, illetve hotel, ahol már működőképes egyébként ez a kapcsolat. A kiállítóhelyeknél azt szokták mondani, hogy olyan ásítós ez az őszi téli időszak, mi próbálunk az ásításnál azért aktívabbak lenni, úgyhogy a gyermek és családi programokat szervezünk folyamatosan. Ugye hamarosan jön a múzeumok őszi fesztiválja, illetve a füredi őszi fesztivál, ami azt jelenti, hogy október-november hónapban Balatonfüredieknek és a Balatonfüredi látogatóknak is számos élményelemmel fogunk szolgálni. Persze az, hogy a füredi kiállítóhelyek és a rendezvények folyamatosan minőségi kínálatot nyújtsanak, komoly erőfeszítésébe kerül a kulturális programok szervezőinek. Füreden például nyáron nem zárnak be hétfőnként, és este 6 után is látogathatók a múzeumok. A nyári időszakban hétfőtől vasárnapig, és este 8-ig vagyunk, legalábbis van 4-5 hetünk, amikor este 8-ig vagyunk nyitva. Ez nyilván az állandó gárdával nem megoldható, viszont itt rendkívül hálásak vagyunk a Balatonfüredi Kék Balaton Nyugdíjas Klubnak is, de a balatonfüredi diákoknak is, mert hogy ők segítenek nekünk ezekben a munkafolyamatokban.